Amióta tart a világjárvány, az interneten egyre több az olyan csaló, aki a COVID-19 megelőzésére, valamint gyógyítására kínál fel különböző csodaszereket vagy orvosságokat. Tudtuk meg a topolyai polgári jogvédőtől. Arról van szó, hogy rávezetik a polgárokat arra, hogy belemenjenek egy ilyen valami dologba, amely a vége arról szól, hogy tőlük kicsarnak nagyobb pénzösszegeket, és természetesen hát ez bűncselekménynek számít, de sajnos ezeket úgy követik el, hogy ezeknek a nyomában nagyon nehéz járni, illetve utána nem lehet megtalálni se az elkövetőket, se a pénzt, ami elúszott. A másik dolog, ugye ezt a rendkívüli állapotot is vannak, akik ki akarják használni arra, hogy hát pénzt szerezzenek, és nem is tisztességes módon. Különböző csalások vannak, például azt hallottunk, hogy itt nálunk is a községben már volt olyan eset, hogy gyárták a házakat, és próbáltak, ugye, vagy sároltak különböző ilyen csoda fertőtlenítő szereket. Nésics elmondta, volt arra is példa, hogy a polgárok látva az internetes reklámokat, megrendelték a szájmaszkokat, ki is fizették őket, de az árut sohasem kapták meg. A topolyai ombudsman figyelmeztetett arra is, hogy a csalók gyakran SMS-en keresztül is megpróbálják átverni a polgárokat.